Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm püspökatyát itt a templomunkban. Amikor is ünnepelni jöttünk össze, sok-sok jubileumot, településünk 750 esztendős, 1266-ban volt az első írott emlék Solymáról, 300 esztendeje emelték a községünket plébánia rangra, az önkéntes tűzoltó egyesület az 130 esztendős. Aztán vannak olyan emlékeink is, évfordulóink is, amikért inkább imádkozni kell, hogy többé ne forduljon elő. Ez a 70 éve történt erőszakos elűzetés, és 60 éve volt az 1956-os forradalom is, amelyben sok solymári is részt vett, és egy hősi halottja is volt. Búcsunknak mondjuk, hogy egyik csúcspontjára érkeztünk, amikor püspökatyával fogunk együtt imádkozni, ezért szeretettel köszöntöm dr. Szente Kálmán polgármestert, a testület megjelent tagjait, Cservenyi Marlokné, Cservenyi Magdolnát, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a vezetőjét, a megjelent képviselőtestületi tagokat, Timo Wolfot, Üszterót polgármesterét, Ferenc Csabát, Csíkpálfalva polgármesterét, valamint a különös hangsúllyal a Rózsafüzér Társulatnak a megjelent tagjait, és nyilván imáinkban itt vannak azok is, akik nem tudtak egészségi okukból megjelenni, hiszen ezt a szép miseruhát erre a jubileumra tőlük kaptuk. Ők ajándékozták az egyház községnek, ezért hálásan köszönjük nekik, köszönjük a megjelent cserkészeket is, és a Szent Korona Társaságot. Főtisztendő püspökatya, Solymár Nagyközség Önkormányzata nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm Önt itt Isten hozta nálunk. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, és ezen a szép jubileumi ünnepen Önnel együtt imádkozhatunk. Kérem, térjen vissza máskor is, a solymáriak mindig szeretettel fogják várni. Főtisztelendő püspök atya, szeretettel köszöntjük Solymáron, a Szűzhegyakány 2 templomában. Különösen örülünk a mai alkalommal, hiszen ma nem csak templomunk búcsúját, hanem községünk plébánia rangra emelésének 300. évfordulóját is emlékezünk. Ebben a községben mindig hűséges katolikusok éltek. Hűségesek voltunk Szűzanyához, rajta keresztül a katolikus egyházhoz. Hűségesek voltunk gyökerekeinkhez, keresztény hagyományainkhoz. Nem véletlen, hogy az újra betelepítést követő néhány évtized elteltével megkezdődhetett kegyteplomunk építése. Számunkra ez a község egyik legfontosabb épülete, mely jelentős anyagi áldozatokkal néhány évvel ezelőtt teljes belső rekonstrukciót tudtunk elvégezni. Családjaink elkötelezettségének apró jele a mai nap is, mikor a betelepülő családokhoz kapcsolódó megújult zászlók megáldását kérnénk. Különösen örülünk, hogy püspök atya leterheltsége ellenére érdemesnek tartotta községünket egy közös ünneplésre. Kérjük püspöki áldását az itt lakókra, különösen a leglászorultabbakra, azokra, akik nem tudnak részt venni ezen a szentmisén. Kívánunk főtisztelendő püspök atyának jó egészséget, kitartó türelmet, és kívánjunk magunknak is, hogy a tanító szavai termékeny földbe hulljanak. Isten hozta Solymáron, kérjük, hogy áldja meg megújult családi zászlóinkat, és a Szent Mise végén megújult tűzoltó autóinkat is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. A boldogságos Szűzanyát köszöntjük. Azt a Szűzanyát, akiről azt a tanítást kaptuk, hogy ő egy nagy jel. Ő az égen feltűnt jel, aki a napba öltözött asszony,
akinek lába alatt a hold, és akinek fején a 12 csillagból álló korona. Jelet kaptunk. Mit tanulunk a jelből? Mit tanulunk a jelül kapott Máriától? Ünnepi pillanatokban és a hétköznapokban, a reggeli fölkeléstől a késői elalvásig, fáradtságban és örömben, sikerben vagy éppen kudarcban. Vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lélekkel méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és csinálszással. Én vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőzelen szűzmányát, az összes angyalokat és fenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkoztatok életem, Urunkhoz, Istenhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, híveid szívből örvendeznek a boldogságos Szűz Mária nevének is oltalmának. Hathatós közben járására engedd, hogy minden gonosztól megmeneküljünk a földön, és örökké tartó boldogságra jussunk a mennyben. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság, minden kegyelme, nálam az élet és erény, minden reménye. Gyertek hozzám mind, akik megkívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel, mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom a lépes méznél. Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben, akik engem esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szomjaznak. Aki rám hallgat, meg nem szégyenül, akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe. Aki fényt derítenek rám, örök életet nyernek. Ez az Isten igéje. Legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt.
Üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta. Ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél. Mert íme gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz. Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt. Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki. A Szentlélek száll rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled születik. Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt. Íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium. Köszönöm, szeretett testvéreim! Szent Mise elején plébános atya fantasztikus évszámokat idézett. Az ember beleborzong az időre tekintve, a puszta számok hány egymást váltó nemzedékeket jelentettek. A kezdet óta hányan éltek ezen a településen, amióta ez a templom áll, hányan jöttek ide imádkozni, hányan kértek áldást Istentől a maguk családjuk életére, hányan jöttek ide örömmel egy házasságkötés alkalmából, egy gyermekkeresztelése alkalmából, és hányan jöttek ide könnyes szemmel, amikor egy szerettüktől végképp el kellett búcsúzni, hogy akkor, amikor érezték az a hatalom, mely ördögi és zsarnoki volt, és a kést az emberek nyakának szegezte, elűzi az embereket arról a földről, amely övék volt, amelyen dolgoztak, amelyért becsülettel helytáltak, ahová nemzeteikek óta kötődtek, ahová annyi emlékük, munkájuk, annyi eredménye fűzte. És aztán látjuk a 60 évvel ezelőtti eseményeket, de akár gondolatunk a 10 évvel ezelőtti szörnyű eseményekre, amikor az ünnep, nyugodtan mondhatjuk, véres megtorlásba torkollott, és az emberek nem tudták döbbenetükben, hát hol vagyunk? Hát még mindig megtörténhet az, aminek nem szabadna megtörténni. Hát még mindig mindez lehetséges. És ott vagyunk ma, amikor szintén félelmek szorogatnak bennünket, árnyék borul Európára, és oly sokféle beszéd elhangzik, sok felelős és sok felelőtlen beszéd, és az ember félve aggódva néz körül, a kilép otthonából, félve és aggódva nézi, kik vannak körülötte, kell-e valamitől tartania, mert hisz a világ kicsi lett, és halljuk a híreket, de hát saját kis országunk tapasztalata is bőségesen megvan már arról, hogy látjuk, bizony van okunk a félelemre is. Örömmel és szorongással állunk az Úr elé,
Mégis én azt kérem ezen a mai estén, próbáljuk meg magunkban a boldogságos Szentszűz lelkületét felszítani. Hiszen ez a templom és ez a helység, ez a közösség, ez mindig a szűzanyát tisztelte. Fontos volt, hogy a Mária kegyképe velünk legyen. Fontos volt, hogy ez a kegyképhez és ezen a kegykép előtt imádkozva tegyük oda életünket a Jóisten elé. És milyen volt ennek a Máriának a lelkülete? Sokféleképpen lehetne megközelíteni. Hiszen Máriáról tudjuk és nyíltan hirdetjük. Ő Krisztus tanításának legelső, leghűségesebb, legtökéletesebb megvalósítója. Beszélhetünk hitéről, lelki erejéről, hűségéről, kitartásáról, tisztaságáról. A litániában olyan szépen mondjuk, hogy minden erénnyel teljesül. Mégis azt gondolom, hogy ma talán egyetlen szót idézünk, amelyet ő mondott Erzsébetnek, az öreg rokonnak, amikor meglátogatta, már szíve alatt Jézust hordozva, meglátogatva azt az idős nagynénit, aki szíve alatt hordozta a későbbi keresztelő Jánost, és ott akkor kijelentette, magasztalja az én lelkem az Urat, mert csodát tett velem. Mária élete tele van titkokkal. De ezek a titkok nem valami tőlünk távol lévő titkok. Vannak a titkai között olyanok, amelyeket csak csodálunk, amelyeket csak hittel tudunk megközelíteni, és hittel próbálunk megérteni, talán sohasem fog sikerülni. De vannak titkok, amelyeket megérthetünk, átláthatunk, és ha ezt megtesszük, a mi életünk fog gazdagodni, a mi életünk lesz teljesebb ezáltal. Ez a templom hosszú-hosszú időn keresztül, évszázadokon keresztül az esztergomi érsekség területéhez tartozott, és csak Szent II. János Pál pápa egyházmegyei határ rendezése során került igazán a székesfehérvári egyházmegyéhez. Ennek a templomnak az ország fő temploma, az esztergomi bazilika homlokzatán, fönt a magasban egy feliratot látunk, aki a nyakát erősen fölemelve szemléli ezt a feliratot, amely latinul van odaírva, magyarul ezt a szöveget találja, odafönt valókat keressétek. Azt hiszem, a boldogságos Szűz Mária az égen feltűnt nagy jel számunkra ezt tanítja, erre ad nekünk tanítást, példát, ennek a jele, az odafönt valókat keressétek. Nem könnyű az odafönt valókat keresni. Az Ószövetséget szemlélve, hiszen erre volt meghívva az ember mindig az Ószövetségben is, látjuk, önmagukkal voltak elfoglalva az emberek. Hogyan tudjuk a világra a magunk uralmát rákényszeríteni? Hiszen mi vagyunk a választott nép, a többieknek nekünk kell szolgálni. És ezért az egész Ószövetség összeomlott. És kellett egy új szövetség, amely már nincs az emberekre így bízva, amelyet maga az Isten erősít meg és teljesít be, hogy az embernek csak be kelljen ezt fogadni. De hát látjuk az apostolokat, és látjuk Jézus tanítványait. Hogyan lelkesedtek az Úrért, amikor azt kérte az Úr, hogy hozzátok a betegeket. Jöjjenek ide a bűnösök. A betegek gyógyulást, a bűnösök bocsánatot nyernek. Amikor tanított, és azt kellett mondani, ember így még nem beszélt. Amikor megszaporította a kenyeret, mekkora nagy volt a lelkesedés bennük, és kijelentették, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Mi már többet nem akarunk dolgozni, megtettük az első lépést a világ uralom felé, nekünk mindig lesz kenyerünk, és ráérünk már majd mással foglalkozni. És aztán látjuk, hogy az apostolok hogy versengenek, ki legyen az első közülük.
aztán azt is látjuk, hogy ezek a versengők, akik már nem az égi magasságokat szemlélték, hanem nagyon is itt a földi valóságban éltek, ezek hogyan tűnnek el Jézus mellől a Getsemáni majorban, hogyan hagyják, hogy ott maradjon Krisztus a kereszten, anyjával, János apostollal, Mária Magdolnával, és félve remegve, még azt is megtagadják, akár esküvel is erősítve, hogy bármiféle közük is lenne Jézus Krisztushoz. Az odafönt valókat keressétek. Nem könnyű. Talán amikor az ember elindul reggel, és van annyi ereje, van annyi érzéke, megőrzött annyi hitet még, hogy fölkelve egy keresztet vett magára, és azt mondja ezt a napot, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kezdem, és hosszan nem is fog imádkozni, de egy sóhaj a szívéből kifakad és fölszáll az Úr elé, légy velem, vigyázz családomra, segíts dolgaimban, oltalmazz bennünket, de utána, hogy elfelejtjük. És amikor visszagondolunk rá, ha visszagondolunk este, mikor megfáradva, kimerültem, talán az ágyba zuhanva, hogy elfelejtjük, hogyan is akartuk járni az utunkat. Hogy szerettük volna mi az odafönt valókat keresni, de mindig az itteni, lenti, földi dolgokkal kellett küzdenünk. Kétségtelen. Kell a földi dolgokkal foglalkoznunk, kell a világ dolgaival törődnünk, mert az a küldetésünk, hogy ezt a világot megszenteljük. Az a küldetésünk, hogy ebbe a világba az Isten örömhírét terjesszük. Az a küldetésünk, hogy az, ami a mi belső gazdagságunk, azt úgy adjuk oda az embereknek, hogy ők is gazdagodjanak. Milyen nagy szükség van erre ma is. Ahogy jöttünk be, az emberek a téren megálltak, néztek, volt, aki csodálkozott, volt, aki gyerekének magyarázott, egy anyuka is ott állt néhány gyerekkel, és a legkisebb megrángatta a kezét. Ott történt előttem, mindent láttam és hallottam. És kérte, anyu, menjünk be a templomba, anyu, menjünk be a templomba. És édesanyja mondja, egész megdöbbenve, a templomba? Hát most nem megyünk be a templomba. És a gyereket erőnek erejével elhurcolta. Nem tudja, mi a templom, nem tudja, mit kap a templomba, nem tudja, mi az, amit elzár a gyereke elől, és nem tudjuk. Lesz-e vajon útja, módja a gyereknek, amikor már majd felnő? Hogyha ilyen gátakat építünk be az ő gondolkodásába, lelki világába, lesz-e útja, hogy eltaláljon a templomba, hogy eltaláljon az Istenhez? Az odafönt valókat keressék. Máriának volt földi gondja, baja. Készült a maga boldog családi életére, hiszen jegyesével, Józseffel arra készültek, hogy egybe kelnek. Az Isten mást rendelt felül, és ezt neki tudomásul kellett venni. El kellett fogadnia a betlehemi barlangistálót, ahol majd megszületik a gyermeke, az egyiptomi menekültség állapotát, a názáreti szegénységet. Meg kellett birkózzon mindazzal, amit Jézus három éves nyilvános működése során eljutott hozzá, amikor az emberek egyre hangosabban követelték, ettől az embertől meg kell szabadulnunk, mert zavart kelt a lelkekben, mert nem azt mondja, amit mi szeretnénk hallani, hanem az Isten üzenetét közvetíti nekünk, és így kellett neki aztán ott állni. A harmadik évben keresztút mellett, Jézus keresztje alatt, így kellett a fájdalmas anyának körébe fogadni halott gyermekét és sírba tennie, hogy megtapasztalja a héttör fájdalmát, amely az ő lelkét is átjárta és az ő szívét is átdöfte. De mindig tudott csöndben lenni, imádkozni, és mindig képes volt megőrizni az Istentől kapott békességet szívében és lelkében. Így amikor imádkozott,
Nyilván nem azt érezte, hogy senkit kihagyva nem szabad, mindenkit Istennek kell ajánlania, hanem inkább azt mondta, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Csönd volt lelkében, és így meghallotta a lelkiismerete szavát, meghallotta az Isten hangját. Képes volt fölfogni, szívébe zárni, és ezen a szón újra meg újra elgondolkodni. Ez a Mária odaadta magát az Istennek egyszer s mindenkorra, amikor kijelentette Gábor angyalnak, legyen nekem a te igéd szerint. Soha többet parányit sem ingott meg, nem vonta vissza odaadottságát, hanem ebben hűségesen kitartva mindigig megmaradt. Ő volt az, aki bár nyilván nem tartozhatott az apostolok 12-es kollégiumához, mégis valahogy a Szentírásban úgy áll előttünk, mint aki ennek a 12-nek a középpontján van. Köréje gyűlnek együtt, amikor várják Isten szent lelkét, ő imádkozik az apostolokkal együtt, ő tartja meg a maga hitével és szeretetével őket, és ő bocsátja el, amikor a Szentlélektől betöltekezve elindulnak, hogy a Jézustól kapott nagy missziós parancsot teljesítsék. Ő az, aki ott van mindig János mellett, és ezért a hűségért, amikor elszenderül a földi élet végén, így lesz része a mennybe érkezésbe, testestől fölvétetik a mennybe, hogy ahol szent fia van, ott legyen az anya is. Szeretett testvéreim, az odafönt valókat kereste, és az égen föltűnt nagy jel számunkra ezt kéri, ezt tanítja, az odafönt valókat keressétek. Találkozunk problémákkal, gondokkal, örömökkel, az élet különböző helyzeteivel. Találkozunk a magunk életében, lelkünkben, szívünkben, egyéni világunkban. Találkozunk családi életünkben, vannak problémák és örömek, gondok és sikerek. Találkozunk munkahelyi gondokkal, a helység gondjaival találkozunk, találkozunk az egész ország és nemzet, vagy ha úgy tetszik, Európa gondjaival. Hogy kell ebben dönteni? Van-e nekünk ebben részünk? Van-e benne felelősségünk? Egyértelműen és világosan kell látnunk. Ahogy a szegény édesanya, mert nyilván ő sem hallott semmit, aki a tér előtt gyerekét elhurcolta a templom elől, de hogy megyünk be a templomba? Nekünk kell tudnunk, hogy nem mindegy, hogy fontos, hogy hogyan döntünk, hogy felelősek vagyunk a jelenért, és felelősek vagyunk a jövőért. Azok az ősök, akik évszázadokkal ezelőtt itt letelepedtek, és a semmiben elkezdtek építkezni, bíztak az Istenben. Akik meg elkezdték építeni ezt a templomot, Isten dicsőségét tartották szem előtt. Azok, akiket elhurcoltak innen, mindenüket arra kényszerítve, hogy hagyják hátra, és egy batyúval elindultak abba a bizonytalanságba, melyről nem tudhatták, hova vezet útjuk, a hitből merítettek egyedül erőt, és egymás szeretetéből, egymás megbecsüléséből, egymás segítéséből. Fontos, hogy mi az odafönt valókat keressük, hogy hallgassunk Isten szavára, hallgassunk a lelkünk mélyén megszólaló belső hangra, és tegyük azt, amit a lélek parancsol, amit a lélek tőlünk elvár. Persze fontos, ismerjük meg az egyház tanítását, legyünk hűségesek hitünkhöz. Fontos, hogy legyünk egyre inkább imádkozó emberek. Nem kidobott idő az, nem energiapocséklás. Fontos, hogy érezzük magunkénak a templomot, nem csak az ilyen csodálatosan szép ünnepek alkalmából, hanem hétről hétre, hogy éljünk szentségi életet, tegyük le a bűnöket, mert persze, hogy hozzánk csapódnak, és újuljunk meg a szent áldozásban,
és kérjük az Isten áldását az életünkre, és akkor meglátjuk, keressük és meg is találjuk az odafönt valókat. Járjuk az életet. Lehet kacskaringós az életutunk, lehet, hogy nehézségekkel kell találkozni, problémákkal, veszteségekkel kell szembenézni, de megőrizhetjük lelkünk belsejében azt a békét, amelyet az Isten ad nekünk. És békében az odafönt valókat keresve, az ég felé tartva, hiszem, hogy egyszer, annak a Máriának az imáitól kísérve, akihez úgy imádkoztunk az ászlók megáldásakor, imádkozértünk most és majd halálunk óráján is, bejutunk az Atyai Ház örömébe. Oda, ahol majd együtt leszünk minden igazzal, ahol együtt leszünk őseinkkel, családunk tagjaival, minden szerettünkkel, mindazokkal együtt, akik méltók az odafönt valók keresése miatt az örök üdvösségre. Amen. Hiszek az egy Istenben. Testvéreim, a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket. Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává. Az ő közbenjárására tartsd meg a Szent Hídben Ferenc pápánkat, Antal főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat, és az egész hívő népet. Kérünk téged, tarts meg minket! Urunk, szűzanyád a világ királynője. Az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljünk. Kérünk téged, tarts meg minket! Urunk, szűzanyád a mi nagyasszonyunk és pátrónánk. Az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, szűzanyád a mi édes reménységünk. Az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott. Találjon rá az igazságra a tévejgő, és térjen hozzád a bűnös. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, szűzanyád a mennyország ajtaja. Az ő közbenjárására engedd el elhunyt testvéreink hátralevő büntetését, és vezess be őket az örök életre. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan, üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyánknak közben járására hallgasd meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Thank you.
testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, segítse minket szent fiad, aki emberné lett és tűztől született. Ő, aki édesanyjának szűzi épségét nem vette el, hanem inkább megszentelte, szabadítson meg gyarlóságainktól, és tegye kedvessé előtt az áldozatunkat, aki él és uralkodik mindenekben örökké. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő hálaadó éneke által jóságodért magasztaljuk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és általa adtad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen ujjongással zengjük. Szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve,
Fölajánlj neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kejhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. És elszívedem munkét, sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, mondta a püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostoloktal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Üdvözítő parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljötté. Mert tiéd az ország, a Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymás békeje. Legyen Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékonyba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és
Urunk Istenünk, magunkhoz vettük az égi kenyeret. Kérjük kegyelmedet, hogy akik Szűz Máriát örvendezve ünnepeljük, őt követve, mi is méltók legyünk a megváltás művét szolgálni, Krisztus a mi Urunk által. Egy pár dolgot szeretnék a kedves testvéreknek hirdetni. Először is holnap 10 órakor lesz a búcsúi nagymisénk. Reggel ugye nem lesz német nyelvű szentmise, mindenkit szeretettel várunk rá. A búcsú zárása az hétfőn este 6:30 órakor lesz, amelyet, mint Mária lelke üdvéért fogunk felajánlani. Most egy nagyon fontos dolgot szeretnék a híveknek mondani. Nyilván paphiány van, észrevették a kedves testvérek, Stratmann atya elment, Levente atya, aki eddig helyettesítette, többet nem tud jönni, ezért kénytelen voltam miserendet változtatni. Ezt jó volna, hogyha minél többen tovább adnánk. Ezért jövő hét vasárnaptól kezdve, Lónincz Szamár is jó, én magam 3:48-kor fogok német nyelvű szentmisét tartani. Nyilván itt csúszik a Szent Iváni szentmise is, ezért a vasárnapi nagymisék mostantól kezdve 10:30-kor fognak kezdődni. Adjuk tovább az embereknek, mondjuk 1/2 órával korábban érkeznek, az nem olyan nagy probléma, mert tudnak imádkozni a templomban, de ezt minél több embernek adjuk tovább. 3:48-kor van a német nyelvű szentmise, 10:30-kor pedig a nagymise, természetesen az esti szentmise az maradt a helyén. Még egy dolgot, jövő héten szombaton este lesz a templomok éjszakája, Solymári templom is gazdag programmal készül, ezt a hirdető táblán meg tudjuk nézni, meg tudják nézni a kedves testvérek, minél több embert várunk szeretettel, hát ha valami szépet vagy újat tudunk meg templomunkról. Azok a gyerekek, akik itt voltak a mai szentmisén, azok ugye Moc és Samunak az újságjába bélyeget vagy matricát a sekrestyében majd a szentmise után megkaphatják. Ugye ez a helytörténeti kis magazin a gyerekeknek, amiben gyűjthetik a matricákat, tehát majd a szentmise után történhet ez meg, az első matrica osztás benne a sekrestyében. Még annyi feladatom és kötelességem van, hogy püspökatyát megkérjem, hogy a záróáldás után majd nyilván a cserkészek vezetésével kivonulunk püspökatyával, addig majd a Müsterótiak zenekara játszik, megáldjuk a tűzoltó szereinket, hogy azok mindenféleképpen védjék községünket, de van egy örömtelibb dolog ezelőtt. Püspök úrnak nehéz feladata van, hiszen kevés a pap, azokkal kell ellátnia az egyházmegyét. Sok nehéz helyzetet megéltek már a solymáriak, de mindig a solymári segítő Szűzhöz fordultak és találtak anyai védelmet nála. Erre az alkalomra, erre az ünnepre helyi díszítő festő Elis János készített egy nagyon szép képet, amelyet szeretnénk átadni püspök atyának, túloldalon érkezik, hogy a püspök atyát kísérje, segítse a solymári segítő Szűz, Rohászka szövetséggel mi is mindig imádkozunk, kérjük a Szűzanyának hathatós oltalmát, segítségét és áldását püspök úrnak munkájára, és reméljük, hogy sokszor fog még idejönni. Hálásan köszönöm ezt a meghatóan szép ajándékot. Mindannyian keresztény emberek és Szent István óta mi magyarok szívünkhöz, lelkünkhöz különlegesen közel állónak érezzük a Szűzanyát, akit ezért tisztelünk, akár magyarok nagyasszonyának, akár Solymár segítő Szűzanyának, akár vértessomjú, bodajk, alsó Szent Iváni Szűzanyának, ugyanazt a Máriát tiszteljük, és jó nekünk, hogyha ez a Mária ránk tekint, és bármilyen ábrázolását is látjuk szemeinkkel, emlékeztet bennünket arra, hogy hogyan éljünk, hogy éljünk úgy, hogy az odafönt valókat keressük. Köszönöm a
elkészítését köszönöm, a nagylelkű ajándékot Lébános atyának és az egész egyházközségnek. Köszönöm a szép szentmisét, az énekkarnak, fúvós zenekarnak, cserkészeknek és minden közreműködőnek. Örömmel láttam a szép népviseletet, és örömmel láttam, hogy a Szent Koromo Társaság is képviselteti magát másokkal egyetemben. Mindannyian vigyük el magunkkal a hit örömét, ezt próbáljuk meg tovább sugározni, hogy ne elvonszolják a szülők és nagyszülők a gyereket a templomtól, hanem inkább bevezessék abba a templomba, ahol biztonságot, örömet, békét és Istentől áldást kaphatnak. Az Úr áldása, amelyen lezárjuk ezt a szent misét, adja ezt a békét és örömet mindannyiunknak. Az Úr legyen veled! Istenünk, aki a boldogságos Szűz Mária anyasága által elküldte a világnak a megváltás kegyelmét, adja rátok bőséges áldását. Amen. Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz segítő oltalmát, hiszen ő általa kaptátok meg az élet szerzőjét. Amen. Ma pedig, amikor az ő ünneplésére ájtatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonotokba a lelki örömök és a kegyelmi javak ajándékát. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Szent mise véget ért, mondjunk áldást. Istennek.